A pandémia miatt 2020 tavaszán még a nyitás is kérdéses volt, de a járványhelyzet alakulása miatt végül tavaly július 10-én nyitott a kapuit a paksi Ürgemezei strand. A rövidített, mindössze 53 napos szezon alatt összesen 17.551 vendég váltott jegyet. A napi rekord egy forró augusztusi napon 883 fő volt. A létesítmény augusztus 31-én zárt. A tavalyi év az csonkára sikerült, nem úgy alakult az év. Én azt remélem, és a jelenlegi járványügyi helyzet is azt vetíti előre, illetve a különféle kutatók és járványügyi szakemberek elmondása szerint a harmadik hullámnak a végén járunk, illetve hát a kormányrendelet is lehetővé tette a strandok és a fürdőknek a megnyitását. Ennek köszönhetően június 1-ével tervezzük a strandnak a megnyitását. Szabó Péter a komplexum fejlesztésével kapcsolatban elmondta, új medence vagy új élményelemek építése később valósulhat meg, de ezzel párhuzamosan a jelenlegi strand mellett egy uszoda is megépülhet. Az új létesítmény is a Paks 2 projekthez kapcsolódik, a 4-5 milliárd forintos beruházás engedélyezési tervei már elkészültek, összegzett Paks polgármestere. A Mezőföldvíz Kft. Önkormányzattal egyeztetve csak a nagyon minimális beüzemeléshez szükséges munkálatokat végzi, a fertőtlenítéshez szükséges teljes festés, a szivattyúk beüzemelése, technológia elindítása, medencék takarítása, illetve a zöld területeknek a gondozása, illetve előkészítése. A strandfocihoz a homok felületeknek a takarítása. Ez a nagyon minimális, nagyon szükséges feladatokat látjuk most csak el. Ennek több oka van, az egyik a pandémia, amivel nem tudjuk ennek a hatását és hosszát, nem tudjuk, hogy mikor, milyen következmények lehetnek a következő időszakban, illetve a másik oka, hogy önkormányzattal egyeztetve várhatóan egy új koncepció lesz a strand és a fürdővel kapcsolatosan, emiatt nagyobb beruházásokat az idén nem terveztünk. Kovács István hozzátette, a tavalyi évhez hasonlóan a pandémiás szabályokat idén is be kell tartani, a beléptetést érintő intézkedések kidolgozása folyamatban van, a jegy és bérletárak minimálisan emelkednek. Az ügyvezető hozzátette, ha a járványügyi szabályok engedik, rendezvényeket is tartanak majd a komplexumban.